Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, ha már ilyen szépen fellettem konferálva, köszönöm szépen a megtisztelő megszólítást, akkor röviden reagálnék erre is, hiszen ennél nagyobb dicséretet talán egy nemzeti és életellenes Momentumtól nem igazán tudtunk volna beszerezni. Az előttem szólók már sok mindent elmondtak, hiszen mai nap hallhattuk a nagyotmondás feketeöves nagymestereinek az erőpróbáját. Volt itt már minden, de azért röviden megpróbálom én is a témával kapcsolatos gondolataimat összeszedni és elmondani önöknek. Vegyes érzelmeket vált ki belőlem ez a törvénymódosítási javaslat, hiszen a vármegyéknek mi a történelmi hagyományainkat illetően rendkívül örülnénk, de félő, hogy megint annak lehetünk a tanúi, hogy Magyarország alaptörvénye egyre inkább egy párt alaptörvényévé alakul át. Mégis becsülendő, hogy legalább eltávolodunk a népköztársaság alkotmányától. De javaslom a kormánynak, ha már visszatérünk dicső múltunkhoz, akkor tegyük ezt méltó módon. A vármegye kifejezésnek volt és van méltósága, ezt becsüljük meg a rendeltetésszerű helyreállításával. Egy jó kezdet lenne a csendőrség visszavezetése. Hallhattuk előbb is, hogy ugye mi a vidék Magyarországát. Így van, köszönöm szépen itt képviselőtársamnak a helyeslő szavait. Tehát a csendőrséget azért szeretnénk visszaállítani, mert a Momentummal ellentétben szerintünk a vidéken óriási problémák vannak. A vagyon és életellen elkövetett cselekmények, azok most már sajnos napi szintűek, és hogy ez a válság, amiben most jelen pillanatban vagyunk, egyre jobban be fog gyűrűzni a hétköznapjainkban, ez még tovább fog növekedni. Tehát, ahogy említettem, ennek szüksége, főleg a vidéken lenne kétségbe vonhatatlan, ahol az alulfizetett és túldolgoztatott és egyébként létszámhiánnyal küszködő rendőrök nem bírják a feladataikat az elvárásoknak megfelelően végezni. Ám felmerül az a kérdés, hogy a kormány megbízottak főispánná való átnevezése csupán egy formalitás, vagy hatáskörük akár az igazságszolgáltatásra is ki fog terjedni, így lesz-e például pallos joguk, ez egy jogos kérdés lehet, vagy esetleg csak egy szinonimája lesz az oligarchának. Fontos számunkra hazánk múltjának a felidézése, de inkább a jövőt kéne építeni, hiszen rengeteg megoldatlan problémával állunk szemben, például a rekord magas inflációval, vagy a mezőgazdasági nehézségekkel, az élelmiszerek árrobbanás szerű emelkedésével, vagy éppen most a katások problémájával, amiknek több éves negatív következménye is lesz sajnos. De ha már a vármegye rendszer, és ha már a történelmi gyökereinkhez szeretnénk visszatérni, akkor tisztelettel kérdezem kormánypárti képviselőtársaimat, hogy miért nem tettük ezt mondjuk a történeti alkotmányunkhoz való visszatéréssel, ahelyett, hogy a Szájer-féle alaptörvény lenne ma is életben. Aztán ha már egyébként a történeti alkotmányunknál tartunk, akkor miért kellett ehhez az ötödik Orbán kormánynak beköszöntenie, miért nem jutott ez előbb a Fidesznek eszében. És a megyei önkormányzatoknak a kiüresítését láthattuk az elmúlt időszakban. Kérdem én, hogy ha már vármegyék lesznek, és a vármegyéknek lesznek gondolom megyegyűlései az eddigi megyei közgyűlések helyett, akkor milyen plusz jogokat fognak kapni, mivel fogják tudni jobban képviselni a rájuk bízott vármegyéket a megválasztott képviselők. És ha már vármegyéről beszélünk, akkor vármegye esetében nem Csonka, hanem egész vármegyékről szoktunk beszélni. Én volt megyei képviselőként mindig Nógrád vármegyéről beszéltem eddig is, ezután is arról fogok, de hát a vármegyék száma az vagy 64, vagy 72, és hát az önök előterjesztésében is az olvasható, hogy emellett a vármegye szó használata a nemzeti összetartozás eszméjét, közös történelmi emlékeink megőrzését szolgálja. Ezzel a problémánk csak az, hogy jelen pillanatban éppen a történelmi Magyarország keleti részén található vármegyéinket, azokat gyakorlatilag a Fidesz asszisztálással fogjuk végképp elveszíteni, hiszen ukrán fennhatóság alatt található vármegyéinkben két lábbal tapossák a magyar kisebbség jogait, és hát láthattuk, ahogy Magyarország gyakorlatilag minden feltétel nélkül támogatta Ukrajna Európa Uniós tagságát. Mi viszont azt gondoljuk, hogy az a minimum lett volna, hogy egy nagyon komoly feltétel rendszert szab ennek, hiszen egész egyszerűen
védenünk kellett volna a saját őshonos és a területen egyébként ezer éve, legalább ezer éve élő őshonos kisebbségünket. És hát ez mellett rendkívül aggályosnak tartjuk azt is, hogy a 2024. október 1-ig rendelkező, mandátummal rendelkező önkormányzati képviselőket és polgármestereket, azokat most már nem októberben fogjuk választani, hanem majd valamikor május, június vagy július hónapban, de a mandátumuk mégis október 1-ig lesz érvényes. Ami azért aggályos, mert rengeteg visszaélésre ad okot, és hát a motiválatlanság talán az egyik legkisebb ilyen ok, ami miatt ezt mi nem tartjuk jó ötletnek. Bár azt a részét, hogy ezzel spórol a magyar állam, ezt természetesen nem tudjuk elvitatni. És hát ha már egyébként még mindig a közigazgatási rendszernél tartunk, akkor talán az még fontos megjegyezni, hogy a közigazgatási rendszer átnevezése helyett először talán azt kellett volna tisztába tenni, hogy a köztisztviselők és a kormány tisztviselők 2008-ban, tehát még egyszer mondom, 2008-ban befagyasztott köztisztviselői illetmény alapját kellett volna emelni, nagyjából mondjuk egy 21. századi szintre, nem csak egy infláció követő szintre, hanem olyan szintre, amivel meg tudnánk nekik a nagyra becsülésünket mutatni, hiszen ők nap mint nap a hátukon viszik ezt az országot. Elnök úr, köszönöm szépen a szót!